Zsúfolásig megtelt látogatókkal a Városi Könyvtár és Szabadidőközpont kiállító terme pénteken, ahol Csabai Tibor grafikus művész az elmúlt 10 évben készült alkotásait mutatta be barátainak, tanítványainak, pályatársainak és tisztelőinek. A művész és tanár bemutatkozott grafikusként, festőként és szobrászként. Minden technikával könnyedén bánik, de ez csak addig érdekli, amíg meg nem tanulja azt, utána már csak a mondani való kerülhet előtérbe. A művész minden áron üzenni akar, mondta megnyitó beszédében dr. Hert Viktória művészettörténés Csabai Tiborról, aki azt kérte tőle, hogy legyen szakszerű, laza, rövid és semmiképp se legyen unalmas. A kissé csőbe húzott művészettörténész Tibor dolgozt te is, ne csak én felszólítással kezdte megnyitóját, majd papírt tollat adva a művésznek arra kérte, hogy a beszéd alatt készítsen egy alkotást. Az elkészült alkotás sorsáról, a kiállításról és a következő évtized terveiről a grafikus művésszel készült hosszabb összeállításunkat pénteken láthatják nézőink. A Csabai 60 plusz kiállítást október 10-éig tekinthetik meg az érdeklődők a Városi Könyvtár és Szabadidőközpont kiállító termében.